Ezek a számítógépek a szombathelyi egyházmegyei Caritas, a Hársfaház és a Rév munkáját segítik majd. Karácsonyi volt a hangulat a Caritas irodájában szerda délelőtt. Akkor vették át az önkormányzat adományát az intézmények szakmai vezetői. Igyekszünk olyan ajándékokat adni, amik hasznosak, vagy olyan ajándékokkal kiegészíteni a repertoárjukat. A szociális intézmények szakmai munkáját segítik az idei önkormányzati ajándékok. Közösségi ellátás, alacsony küszöbű ellátás és nappali ellátás is van az intézményünkben. Minden három szolgáltatásban rengeteg segítséget kérnek az emberek, és mi is hatékonyabban tudunk segíteni, hogyha a mi munkánk is segítve van picit, és kapunk némi támogatást. Az internet hozzátartozik a munkánkhoz, napi jelentés van, vezetni kell az adataikat, tehát folyamatosan használjuk, folyamatosan kreatív munkánkhoz szükségünk van rá a foglalkozásokhoz, és mivel a pénzt visszaforgatjuk általában a kliensekre, ezért mindig a mi dolgaink szorulnak háttérbe, így nagyon nagy segítség ez, hogy az önkormányzattól megkaphattuk ezt a laptopot. Ezek a hatalmas csomagok a Napsugárbölcsödébe érkeztek, konyhai gépeket kaptak az önkormányzattól. Az intézményekhez eljuttatott tárgyi adományok mellett a bölcsödék dolgozói is kaptak ajándékot, étkezési utalványt. A tagintézményeink külön gyűjtik össze, hogy mi az, amire szükség lenne. A mai napon a Napraforgó bölcsödébe került sor az ajándékok átadására. Itt a dolgozók a munkájuk könnyítéséhez egy mosogatógépet és egy mikrohullámú sütőt kértek. Az ajándékozó körút folytatódik. Az önkormányzati adományokat csütörtökön és pénteken is házhoz viszik a szociális intézményekbe.